Mindennapos esemény ezen a területen, hogy a gyalogosok szabálytalanul kelnek át. Az útszakaszon a parkolás sem megoldott, csak a szokások alapján állnak meg az autók. A város vezetése úgy döntött, megoldást keres a helyzetre, bár a döntés a tulajdonviszonyok miatt nem az ő kezükben van. Részben a veszélyes állapotokat szeretnénk ott megszüntetni, mert az, hogy naponta több kerékpáros és gyalogos nem ütnek el ezen a forgalmas útszakaszon, ez gyakorlatilag csodával határos. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik pedig az, hogy megnyugtató parkolóhelyet tudjunk közösen kialakítani a CBA-nak a tulajdonosaival. Ez az Alkotmány utcai csomópont, ez ugye tekintettel arra, hogy gyógyszertár, hentes, dohánybolt és az egyik legnagyobb élelmiszeráruház ott van ezen a területen. Nagyon nagy a forgalom, és az autók szerencsére vagy szerencsétlenül az úttest mellett állnak jelen pillanatban. Mi kértünk annak idején a közúttól, hogy ugyan nem szabadna ott parkolni, de hogy oldják fel ezt a tilalmat, és ott meg tudnak állni. Ettől függetlenül a gyalogos átkelés az borzasztóan veszélyes, főleg vannak olyan időszakok a reggeli órákban, a kora délutáni és a késő délutáni időpontokban is, amikor gyakorlatilag akár 5-10 percet is kell várakozni ahhoz, hogy az ember a kocsisor megszakítva akár át tudjon kelni az úttestem. Már régóta felvetődött az, hogy valamilyen problémát, lehet, hogy ezt a problémát valahogyan meg kéne oldani. Az élelmiszerbolt vezetői tárgyalásokat kezdeményeztek az önkormányzattal a parkolóhely kialakításáról, melyet a város támogatott. A túloldalra, ami jelenleg zöld terület, oda szeretnének egy parkolót építetni. Ennek a tervezése most jelen pillanatban folyik. Mi nyilván ennek a kérésnek helyt adva fogjuk biztosítani a zöld területből azt a részt, ahol majd ezt a parkolót meg fogják építeni. És ezzel párhuzamosan a hatósággal közösen szeretnénk egy zebrát kijelöltetni. Ez úgy célszerű nyilván, hogy a parkoló és a zebra egymásra találjon, tehát csatlakozzon egymáshoz. Azért azt tudni kell, hogy a zebra felfestése az nem csak fehér festék kérdése, hanem oda a közvilágítást kell építeni, és a gyalogos forgalmat rá kell vezetni, tehát járdát kell gyakorlatilag építeni. És vannak erre szabályok, hogy milyen távolságra lehet egy zebra egymástól. Mert hogy nem messze innen van gyalogátkelőhely, csak hát nem azt használják a bevásárlást követően. Ráadásul a tervek szerint a jövő esztendőben a 6-os úttól teljes hosszában felújítás kezdődik, ami rá is fér erre a bevezető útra, így a két építkezést össze kell majd hangolni. Ez az 51-12-es út, aminek egy pontjáról most beszélünk, ez a közeljövőben, jövőre fel lesz újítva egyébként teljesen, tehát ahogy mindenki ismeri a 6-osról, ahogy lekanyarodunk Tolna felé a Vöröskereszttől, egészen Tolnán, Faddon, Dunaszentgyörgyön keresztül, ahogy visszamegy a 6-osra, ez az egész út fel lesz újítva. Ez gyakorlatilag már a magyar közlönyben megjelent, a kormány erről döntött, és tudomásom szerint a jövő évben, tehát 2020-ban fel fogják újítani ezt az egész utat. Nyilván célszerű lenne ezeket az építkezéseket összhangba hozni, hogy nem utána szedjük szét, és utána vezetünk rá parkolót, járdát, hanem valahogy ezeket majd össze fogjuk hangolni nyilvánvalóan.